Új kezdeményezésnek ad helyet a pápa is térsége ipartestület a közeljövőben. Az iparosokat összefogó szervezet támogatja azt az ötletet, melynek lényege, hogy az iparosok által nyújtott szolgáltatásokat tevékenységek szerint rendszerezik, hogy adott esetben a legmegfelelőbb szakember juthasson el az igénylőhöz. Fűszfa Ernőné indította útjára a kezdeményezést, melynek keretében egy olyan szolgáltatásorientált adatbázist építene ki, amelyben a szobafestőtől a fodrászon át a villanyszerelőig minden szakember képviselteti magát. ilyenkor előfordult már, hogy hirtelen kerestünk egy jó szakembert, és nem találtunk egy megfelelőt, vagy nem találtunk azonnal, amikor éppen szükség lett volna rá. Ezt hivatott elősegíteni az ipartestület új kezdeményezése, melyel nem csak az igénylő, hanem az iparos is jól jár. Ebben a gazdasági helyzetben, amikor egy hosszan elnyúló gazdasági válságra nézünk eléve, akkor nekünk kötelességünk úgy, mint az irodai infrastruktúrát, a helységet, vagy épp azokat a szolgáltatásokat is biztosítani a tagjaink számára, hogy a vállalkozásoknak ez jobb legyen. Nekem ez egy régi álmom volt, hogy valójában a pápai szolgálja ki a lakosságot annyira a közmegelőírásnak, hogy ez mind a kettőnek megfeleljen. Jelenleg az iparosok és szolgáltató cégek toborzása zajlik. Pillanatnyilag a vállalkozók jelentkezését várjuk, ide az ipartestület telefonszámán és elérhetőségein jelentkezzenek, hogyha szeretnének ebbe a projektbe részt venni. Szeretnénk kérni a lakosságot, illetve a tévénézőket arra, hogyha van kedvenc fordrászuk, villanyszerelőjük, vagy más iparosuk, akikkel elégedettek, ajánlják be nekünk ide az ipartestületre, hogy mi is tovább ajánlhassuk, mert lehet, hogy épp neki lesz szüksége a következő napon egy jó szakemberre. A Kezdeményezés iránt érdeklődni az ipartestület elérhetőségein és a szervezett székházában a Széchenyi utca négy szám alatt lehet.